Igen, nagypapámmal kezdtem a horgászatot, nagyon sokat jártunk az iparcsatornára, majd utána édesapámmal fogtuk a pontyokat, a múrokat. A horgászok új elnöke, aki már is tele van ambícióval, Takács Péter gyerekkora óta pecázik, ráadásul az elmúlt években éppen édesapja vezette a testületet, vagyis egészen közelről ismerhette meg a horgászatban uralkodó viszonyokat. A néhány napja kinevezett vezetőnek konkrét stratégiája van a következő évekre. Évről éve nő a megye horgász létszáma. Tavalyi éves adatot tudok jelenleg mondani, 14.032 fő volt egész pontosan a megyébe horgászok létszáma. Ebbe a felnőtt ifjúsági és a gyermekhorgász létszám is együtt értendő. Ez növekedett az elmúlt évben, holott országosan csökkenő tendenciát mutat éppen a gazdasági körülmények miatt. Amit még fontos elmondani, hogy 80 horgász egyesület tartozik a megyei szövetség égisze alá. Ez is növekvő tendenciát mutat. Csak ebben az évben már plusz 2-vel nőtt a horgász egyesületek létszáma. Nem csak az idősebbek, de a fiatalok között is tovább népszerűsíteni a horgászatot a megyei pecások első embere. Éppen ezért az eddiginél is több gyerek és ifjúsági versenyt, valamint tábort is szerveznek Győr-Moson Sopronban. A megyei szövetség kiemelt gondot fordít az ifjúság nevelésére, valamint az ifjúsági rendezvényekre. A szövetség égisze alatt működik a horgász ifjúságért és versenysportért alapítvány, ami egyrészt az ifjúsági rendezvényeket, valamint a versenysportot, a horgászversenyeket finanszírozza gyakorlatilag. Ha kíváncsiak rá, hogy miért is olyan népszerű a horgászat a megyében, és hogy milyen tervei vannak a szövetség új elnökének, akkor semmiképpen nem ulasszák el a híradó után kezdődő konkrét című műsorunkat.